Nepomuki Szent János szobránál állunk itt Nagymaroson. Általában úgy ábrázolják Nepomuki Szent Jánost, hogy az ujja az ajkánál van. Ez a szobor pont nem így mutatja őt, hanem a keresztet öleli magához. És megvan ennek az oka, és általában mindig ezek az ő szobrai nagyon elterjedtek egész Európában, folyóparton vannak. Hát és azért vannak, mert ő maga is egy folyóparton élt Prágában, Csehországban született Nepomuk városában, és 1340-50 körül pontosan nem tudjuk, amikor ő meglátta a napvilágot, először nem a papi hivatás volt az övé, hanem jegyző lett. Abban a korban is voltak jegyzők. A császári udvarban volt jegyző, és hát Isten meghívta. 1380 körül szentelik pappá, és mivel ott van közel a császári udvarhoz, marad is udvari papnak, és ő lesz a királynőnek a gyóntatója. Hát nagyon ismert az ő személye és a története, mert a császár és a prágai érsek nagyon nem voltak jó viszonyban, és ezért maga a császár tehát bizalmatlan volt az egyházzal, a pappal is, de még a feleségével is. És a felesége rendszeresen gyónt János papnál, és a király az ő maga bizalmatlanságával gyanút fog, hogy hát ugyan mit gyónt, és hát elkezdi faggatni a papot, hogy mondja meg. És az a János pap azt mondja, a papnak az Isten bezárta a száját, és oda teszi a kezét. És azt mondja a császár, majd én kinyitom. Hát ez többször megismétlődik, ígér mindenféle javakat, hogy mit ad neki, mennyi minden jót tehet, ha ő ezt a titkot elárulja. Kórházat építhet az egyháznak. Mennyi pénzt birtokolhat, mindből jót tehet. És ő csak azt mondja, a papnak az Isten bezárta a száját. 1393 az az év, amikor megunja a király, és azt mondja, majd én kinyitom, és elkezdik kínoztatni. Sőt, azt mondják, ő maga is kínozza, és végül bedobják őt a Moldva folyóba. És ott érkezik meg az Isten közelébe, és azt mondják, hogy a teste fény lett, úgy találják meg. Kezdettől fogva megvolt az ő nagy tisztelete, mert hogy mindenki tudta, hogy egy hős, aki az erősség lelkét megkapta az Istentől, mint ahogy mindannyian a Szentléleknek ajándékait kapunk. Ezek erények, a sarkalatos erények, az okosság, a mértékletesség, az erősség, mind-mind olyan erő, igazságosság, ami a szívében volt, és mondhatnánk, mi is megkapjuk csírájában ezeket a Szentlélektől, de nekünk kell kibontani az igazságosságot, a mértékletességet, a bölcsességet és az erősséget. Az Úristen belénk helyezte ezt az intelligenciát, úgy mondjuk spirituális intelligenciát, hogy ápoljuk, hogy fejlesszük magunkban. És Nepomuki Szent Jánostól tanulhatjuk ezt, hogy hűséget ahhoz, amit megígértünk. Akár esik, akár fúj, akár milyen a politikai vezetés. Az Úristen az, aki bennünket, mint egy fölruház az ő kegyelmével, hogy hűségesek legyünk. Elterjedt az ő tisztelete egész Európában, és különösen segítette a tiszteletének az elterjedését, hogy a huszita mozgalom abban a korban alakul ki, és ez a király, aki őt megölette, támogatja a huszitákat. És mondhatnánk, akik hát nem támogatták a huszitákat, azok meg a Nepomuki Szent János tiszteletét támogatták, és nagyon
furcsa ez a fajta evolúció, ahogyan kibontakozott egész Európában, szinte a legelterjedtebb az ő ábrázolása, mert hogy meghív bennünket erre a hűségre, az Istenhez, az egyházhoz, az ő szavához.